Sziasztok! Ezt a gyönyörűséget ma vettem, és megmutatom, hogy miért szoktam minden virágomat átültetni, amit újonnan veszek. Ezek azok a gyökérészek, amik teljesen el voltak rohadva, már egész szívvilágosnak látszik némelyik. És amikor megvettem a növényt is, egész jónak nézett ki. Maga a növény ugye szép. Amilyen közegbe volt ültetve, az is nagyon szép volt, illetve hát jól nézett ki, a teteje zöld volt, igazából nem látszott semmi, mert ugye nem átlátszó a cserép, de a lényeg az, hogy szegénynek alig maradt gyökere, amit meg tudtam tartani. Egy csomó mindent le kellett vágni róla, még úgy látom most is lesz még mit átnézni. Tehát ezek mind lejöttek róla, és bennem ugye ott bujkált a kis ördög, és nem hagyott békén, hogy én csak nézzem meg, pedig úgy döntöttem, hogy mivel többen is mondják, hogy nem kell azt a növényt átültetni, mikor megvásároljuk, elmondom, akkor most megpróbálom, és úgy hagyom, de aztán ugye, amit említettem, azt a bizonyos kis ördög, ott bujkált, és nem hagyott nekem békén, és amint látjátok, mindjárt megpróbálom kicsit élesíteni a képet, ezek mind halott gyökérrészek. Holott első pillantásra úgy tűnt, ezek a világosabbak, hogy ezek még élnek, de teljesen száraz, teljesen vagy puha, szivacsos, vagy pedig el vannak ázva ezek a gyökérrészek, vagy pedig teljesen ki van száradva. Tehát hiába szép virágos ugye a növény, sajnálom én is, kicsit meg kellett bolygatnom, de remélem, hogy helyre fog jönni, mert még mindig jobb, mintha ezzel a gyökérzettel vissza, vagyis hagytam volna az eredeti helyén, ugyanis ez előbb-utóbb elkezdett volna rothadni, ezek a gyökerek, és igazából van egy kevés penészszaga is már, tehát valószínű, hogy valami már el is kezdődött, de ezek mind teljesen halott gyökerek, úgyhogy hát én maradok az átültetésnél minden egyes megvásárolt növénnyel.